Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szent misénket ajánljuk föl hálaadásul Isten dicsőségért és a kapott kegyelmekért. Mielőtt Jézus szavát meghallgatnánk és az ő áldozatába részesednénk, tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, bűnbánatot. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg minden bűnünket és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél a mi Urunk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezékiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát Izrael háza. Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól, és a gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg. Vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűnétől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordul tőlük, azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt levélből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömöm teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsekvésvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak, ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ez az Isten igéje. Istennek. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá, fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőmben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Mindnyájan azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki a vámosok, és az utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Elnézést kérek ezért, de majd remélem, hogy megértik, hogy miért teszem ezt. Amikor még otthon voltam Kistarcsán és fotballoztam, akkor az edző úr egyik alkalommal azt mondta, hogy egy csapatnak az erejét azt mutatja meg, hogy
mennyire hangosan tud énekelni, és imádkozni, és beszélni, és stb. És éppen ezért, amikor mentünk a bajnoki mérkőzésre, és amikor jöttünk onnan haza, akár nyertünk, akár veszítettünk, kötelező program volt a közös ének. És ő mindig mondta nekünk, hogy merjünk hangosan. Miért? Mert azzal mutatjuk meg, hogy bennünk mennyi kraft van. De nem csak azt mutatjuk meg, hogy mennyi kraft van, hanem mennyi szeretet is. És én emlékszem, hogy kiskoromban például a szurkolók is sokkal több ilyen indulókat, sokkal több nótákat ismertek. Ma kimegyek egy Fradi meccsre, vagy egy Újpest meccsre, azért az embereknek jó kevés része ismeri már a régi himnuszokat, és az összes többi csak ilyen szotyival, meg több maggal, meg mindenfélével ott a csámcsom, mint egy kisegér, és egyébként csak úgy ott van. Nagyon kevesen vannak a szurkolók, de aki is kint van, az inkább nem szurkoló, csak néző, szó szerint. Itt a templomban is azért jövünk, hogy kicsit megmutassuk a Jóistennek, hogy őt szeretjük, és ezért is kérem szépen, hogy merjünk hangosabban. Tehát nyugodtan, ki lehet adni ezt a fals hangot is, a Jóisten alkotta, jelzem. Egyik tanárom azt mondta nekem, hogy ne féljek a hangomat használni, Jóisten alkotta, hogyha ő neki ez így tetszett, akkor ő elfogadja, nem kell izgulni. Tehát nekünk is merjük a hangunkat kibocsátani. Másik pedig, hogy azzal mutathatjuk meg a szeretetünket, pár év értem, hogy a hívek annyira udvariasak, és ezért tüneményeknek tartjuk őket, mindig szeretnének embereknek lehetőséget adni, hogy előrébb jöjjenek. Ezért jó sok helyet hagynak itt elő. Vagy esetleg félnek Jézustól. Ez is lehet egy variáció. Tehát, hogyha meg akarom mutatni valakinek, hogy nagyon szeretem, akkor merek hozzá közelebb menni. Aztán, aki később jön, az magára vessen, hogy ő neki már csak a hátsó szekció jut. Mint a jegyvásárlásnál. Én is szeretek a stadionba közel lenni a futballpályához, jó belátom az egészet, lehet, hogy még le is tudok pacsizni a játékosokkal, ez egy nagy élmény. De hogyha oda fölkerülök a legfelsőbb szektorról, távcsővel nézhetem a játékosokat, egyébként ilyen kis műtyűrnek látszódnak, ez nem annyira élvezetes. Tehát hangunkat kiadni és előre jönni, ez egy fontos dolog. Miért fontos? Mert ezzel tényleg a szeretetemet fejezem ki, és nem pusztán csak arról teszek tanúságot, hogy én egoista vagyok, és én mindig előre törtetek. Nem. Ha erről lenne szó, akkor nyilván azért azt mondanám, hogy e helyében azért tegyük előtérbe azt, hogy szerettem az Urat. Mai evangélium. Nagyon izgalmas, hogy az Úr Jézus merj az igazságot nevén nevezni, még akkor is, hogyha mesével öltözteti. Azzal kezdte, hogy egy embernek két fia volt. Nem azt mondta, hogy egy embernek sok fia volt, és abból az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik olyan, nem. Két fia volt. Az azt jelenti, hogy az ember az vagy ilyen, vagy olyan, és nincsen átmenet. Vagy szereti az atyát, és bár tud huncut lenni, de mégis a szívében megérzi az ő szeretetét, és igent mond neki, vagy pedig pofátlan kis görény, a szemébe mosolyog, de egyébként az egész életében azon vagy az, ami húzzak már el innen. De kapja meg az örökséget, aztán csók, puszi, mentem el innen. Ugye, mint a tékozló fiú történetében. Add ki az örökségem rám is a részét. Kétféle ember van a világon. És ez név szerint nevezi, és már is egy kérdést tesz föl a véneknek és a főpapoknak, hogy te melyikbe tartozol. A gyenge, bár botladozó, de azért a mennyei atya szavára nyitott. Vagy ez a látszólag azt mutatom, hogy igen, de egyébként az egész életem teljesen másról szól. És hogyha lennék annyira vagány, akkor még itt se lennék. De nem vagyok elég vagány, mert szeretném azt tudni, mások dicsérnek, hogy ó, milyen jó járt a templomban, milyen aranyos van, mert tüdölő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 döl
És érdekes mód nyugdíjasként is az emberek tök úgy viselkednek, mint fiatalabb korukban. Mert abban éltek. Arra ír meg bennünket Jézus, hogy válasszunk a kétféle állapot közül, és merjük a jobbikat választani. Mert miről szól a jobbik választás? Azt mondta a fiú, hogy nem megyek. Hát magunk előtt látjuk a képet, édesanyja azt mondta, hogy drága csillagom, gyere már segíteni, én főzöcskézek, ezt a hulladék zöldet meg vidd már ki a szemetesbe, a krumpihéjen, meg a zöldségeknek a pucolmányát, vidd már ki, létszer segítsél nekem, hogy haladjunk a történettel. És magunk előtt látjuk azt a sztorit, hogy a tévébe ment valami kedvenc műsor, vagy foglalkoztak valamivel, vagy ez a én tanulok, nem tudom menni segíteni. És nemet mondtunk. De aztán elszígyeltük magunkat egy pár pillanat múlva, és akkor mégis oda mentünk, és ezzel gyorsan fölhattuk és kivittük. Mert mégis azért megjelent bennünk az, hogy én szeretem az a nulla. Lehet, hogy én kis dilis vagyok, vagy én kis link vagyok, de azért mégis szeretem. Na, ugyanezt megélni a Jóisten felé is. Hogy bár tudunk néha olyan dolgokat választani az életünkben, ami látszólag boldogító. És akkor itt most belemegyünk egy nagyon kemény témába, a boldogság utáni vágy. Szeretetre vágyódom a szerdai nap. Munkahelyemen leszóltak. Családom részéről reggel nem kaptam dicséretet, hogy csinos vagyok, vagy milyen jól nézek ki, vagy de örülünk neked, várunk haza, legyél jó, dolgozz jól, vigyázz meg, semmi. Otthon sem, munkahelyem, és vágyódok egy kis szeretetre, és amit az ember mit csinál, rágyújt a cigarettára. Vagy bevásárol egy halom édességet, és hazafelé menet az benyomja. Mire hazamegyek, legalább valami pozitív élménnyel menjek haza, otthon úgyse fognak meg dicsérni. Vagy a rosszabbik verzió, hogy megveszük azt a bizonyos flakont, és lehúzom. Legalább az vigasztalja, mert melegítsen belülről valami. Vagy a tévét bekapcsolom, és az elé beülök, és ilyen kuka leszek. Vagy a számítógép elé, vagy elkezdem nyomkodni az okoskát. Keresek valamit, ami legalább örömet okoz. És közben észre sem veszem azt, hogy ezek az örömet okozó valamik inkább elvesznek tőlem. Például elveszik tőlem azt a lehetőséget, hogy elkezdjek huncutkodni a családommal, és kicsikarjam tőlük a nevetést, utána jó megölelgethessük egymást. Elveszik tőlem a lehetőséget arra, hogy a főnökömmel leüljek, vagy a munkatársammal, és beszélgessek velük egy jót, hogy tisztázzuk a félreértéseket, és legalább barátok legyünk. Jó, hogy olyan helyen dolgozni, ahol barátok vannak. Hogy a zsoltáros mondja, milyen jó és milyen gyönyörűséges, hogyha békességben együtt élnek a testvérek. Milyen jó és milyen gyönyörűséges. De a csokoládé, a cigi, az ital, a mobil, a mit tudom én micsoda, az elveszi a lehetőséget. És lehet, hogy pillanatnyilag úgy érzem, hogy ez örömet adott, de utána meg láthatjuk magunkon egy idő után, hogy bizony eltávolodtam az emberektől. És adott esetben eltávolodtam még a Jóistentől is. Mert egy ember, aki kárpótolja magát, annak van-e szüksége az Isten? Nincs. Nincs. Mert úgy érzi, hogy már neki mindene megvan. Ezért is mondta azt az Úr Jézus, hogy nehéz a gazdag embereknek bemenni az Isten országába. Mert ők úgy érzik, hogy nekik nincsen szükségük az Isten országára. Nincsen. Mint ez a másik fiú. Belegondolunk abba, hogy azt mondta, hogy megyek apám, de miért? Mert tudta, hogy apukája ezt akarja hallani, akkor kapja meg a 60.000 forintos zsebpénzt mai napra. Akkor van biztosítva neki a Ferrari Testarossa, a nyári utazás, a mozizás a barátokkal, a buli szombaton este. Apám ezt akarja hallani, én meg akarom kapni ezt a valamit, ezt mondom ki. De egyébként nekem ezeknél nem kell több. Tehát nem az apám szeretete kell nekem, meg az ő gazdagsága. Olyan értelemben, hogy mehetek az ő szőlőjébe, vagyis részese lehetek az ő örömének. Nem. Nekem csak ezek az apró kis örömök kellenek. És ezért tudta kimondani azt, hogy igen, mert kell neki az öröm,
és utána pedig nem ment ki, vagyis nem részesedett apjának az örömében. És nagyon durva, hogy a mai világunkban élő emberek nagy része így él. Az apró örömök kellenek, a pillanatnyi örömök. És elfelejtjük azt, hogy a Jóisten sokkal nagyobbakat ad nekünk. És most jönnek a negatív válaszok, hogy milyen örömöt, beteg a gyerekem, a férjem haldoklik, munkahelyemen lehet, hogy nem sokára elbocsátanak, annyi adósságunk van, mint a fene. Ilyen örömöket ad a Jóisten. És erre jön egy nagyon érdekes válasz. Az, hogy élsz, azt, hogy itt vagy, és hogy egy amerikai költő írta, hogy zajlik a nagy színjáték, és te is hozzáírhatsz egy sort. Durva, nem? Belegondolni abban, hogy maga a létünk egy hatalmas nagy lehetőség. Lehet, hogy betegségben vagyok, lehet, hogy a családomban katasztrófa van, de élek. És az életem mindig nyitottság valami jó felé, valami jóság felé. Sosem a látszatnak kell, hogy elegetett tegyünk, és azt mondjuk, hogy a látszat szerint itt élek. Belegondolok, hogy beteg vagyok, és akkor most mi van? Az azt jelenti, hogy a tested korlátozva van. De az nem jelenti azt, hogy a belsőd is. És egyébként is a tested is korlátozottságában még csomó mindenre képes, például egy ölelésre tudni, egy simogatásra tudni. Arra, hogy kimondjad a másiknak, hogy csinos vagy, meg szeretlek, erre még képes vagy attól, hogy beteg. De erről is elfeledkezünk, és jönnek a bócselekvéseink. Legalább az a nyomorult csoki szeressen engem, ha. Úgy szeretlek, majd megesztek. Hát megesszük. Végig gondolni a saját életünkben, hogy hány és hány ilyen bócselekvésünk van, és hány alkalommal, amikor elfelejtem azt, hogy van ennél jobb is. Nyilván küzdelmes az a jobb is. Sokkal nehezebb egy veszekedésből úgy kijönni, hogy azért megölelem a másikat, és azt mondja, hogy te marha azért szeretlek téged, nem értünk egyet, de szeretlek téged, és én veled egységben akarok maradni. Majd erről még diskurálunk, hogy most te mit értettél, én mit értettem. De úgy váljunk el, hogy nincsen bennünk semmi. Negatívan. Ez nehéz. De hogyha megtesszük, akkor milyen szép. Mert vágyakozok majd a másik után, hogy ez a hazamegyünk, és tényleg tisztázzuk, megértsem a másikat, fölfedezzem azt, hogy benne milyen gondolatok vannak, megismerjem őt. És itt értjük meg a Bibliának a fogalmát. Amikor azt írja a Szent Szerző a Teremtés könyvébe, hogy Ádám megismerte Évát. Nem pusztán csak a biológiai megismerésről van szó, hanem megértette a másiknak az összetettségét, az irányultságát, a vágyódását. Megértette, hogy mi van a másikban. És örült neki, mert azt mondta, hogy jé, ennek a kielégítésére vagyok én. Ezért vagyok én a társad. Ezért adott a Jóisten téged mellé. És itt a háttérben ott van az Úristen. Fölfedezni azt, hogy az egész létünket és minden lehetőséget ő ad nekünk. És hogyha valakinek nem szabad nemet mondani az életünkben, az pont ő. Ezért is van az, hogy én amióta itt vagyok, buzdítom a híveket arra, hogy merjenek hétköznap is eljönni ide. Merjenek hétköznap is imádkozni, és nem csak reggel meg este, amikor van időnk. A Jóisten jelenlétébe helyezni magunkat. Mert hogyha ő adja át a mi életünket, egyre több jóságot fedezünk fel, és egyre több jót tudunk megtenni. És a hülyeségeink meg el fognak múlni tőlünk. Ez is az Úr Jézusnak egy tanúsága, hogy aki az Istent befogadja, az az életet fogadja be, hogy az olvasmányban hallottuk. És aki az Istentől távol marad, az direkt gyilkolja magát. Az az ember meghal a bűne miatt, mert bűnös. Viszont aki az Istenhez fordul, az élni fog, és nem hal meg a bűne miatt. Belegondolni abba, hogy mi hányszor a saját halálunkat építjük. A saját elmúlásunkat. És nyilván utána depressziósak leszünk, és akkor kell a vigasztaló. Kell a vigasztaló. És
és nyilván nem az Istenhez fordulunk, hanem akkor valami anyagias dologhoz. Én ezt azért tudom jó, mert a családomban sok ilyet láttam már, hogy vigasztalót keresnek. Mert saját maguknak egy tök durva állapotot hoztak létre. Mondjuk így saját magukat tették tökre. Nem békére törekedtek, nem a szeretetre törekedtek, nem arra, hogy az Úristen által valami szép épüljön, hanem elhitték az ideológiát, hogy a matéria létezik csak. Elhitték az ideológiát, hogy nincsen más, csak ez a földi létünk, és ezért gondold meg, és így áll, örökké a világ sem áll. Elhitték. És elkezdtek csak a világnak élni. És ezáltal rombolták saját magukat. Ha belegondolunk abba, kedves jó házas párok, belegondolunk abba a tényezőbe, hogy a másik fél, aki ott van mellettem, az nem mindig marad olyan, mondhatnánk zamatos és fiatal. Persze maradhatna, hogyha Jóisten mellett maradna, és én is a Jóisten mellett maradva, benne mindig felfedezném ezt, de nem marad. Látványosan látjuk a másikon, hogy mint az alma, hogy vaszalódik össze. Viszont az egyénnek meg mindig valami frissel van szüksége. Valami újra. Valami olyasmire, ami arra emlékezteti őt, hogy hát azért én még vagyok valaki. És beújítunk. Ahelyett, hogy felfedeznénk annak az örömét, hogy milyen jó együtt például megszottyosodni. És úgy nézni a másik szottyos állapotára, hogy de azért még az enyém vagy. És milyen jó, hogy te az enyém. Te az enyémet viseled el, én a tiédet. Nem, mi az anyagvilágban hiszünk, és azt mondjuk, hogy nekünk mindig az új verzió kell, a 10.0-ás, most már a 11.0-ás Windows fog jönni. Nekünk mindig az új kell a frissítéseivel, és a régit fogjuk, és kirázzuk az életünkből. Ez hova tart? Oda tart, kérem szépen, hogy egy idő után az ember nem fog tudni szeretni sem. De a szeretetet elfogadni sem. Nem fog tudni élni. Hanem csak egy életút valaki lesz. Aki utána már alig várja, hogy meghalljon. Eltűnjön már innen a földről. És ez szomorú. Én nagyon sok ilyen embert láttam már. És nem idősek, hanem még ilyen 40-50 évesek között is. Mert teljesen kiégette magát. Ebbe felfedezni azt, hogy ez a második fiú esete, ez nem biztos, hogy nyerő. Még akkor is, hogyha külső szemlélővel nézve azt mondjuk, hogy hát talán van benne valami igazság. Azért az embernek mégiscsak boldogságra kell törekedni. De milyen áron? És inkább kimondani ezt, hogy az első fiú eset az még mindig jobb, küzdködök magammal, persze hülye vagyok, néha rosszul döntök, de azért odafigyelek a Jóisten hangjára, és azért elmegyek a szülőjébe. Vagyis megengedem neki, hogy életet adjon nekem. Aztán legközelebb már nem biztos, hogy az a nem fog kérni a számára. Vagy nem úgy. Hanem már finomodok, alakulok, változok, és a végén úgy fogom kimondani az igent, hogy ezt úgyis akarok. Ezt jelenti a Jézussal együtt járás a Földön. Ez a keresztény életút. Elkezdjük Jézussal együtt pandukolni, és ő napról napra adja nekünk az életet, míg a végén már tényleg kicsattanunk az egészségtől és az örömtől. Ezért lenne fontos tényleg az, hogy hétköznap is misérrel járjunk, gyónjunk, áldozzunk, imádkozunk, Bibliát olvassunk. És ami a legfontosabb, hogy közösségbe legyünk. Ugyanis az Úristen, és ez a záró gondolat, nem véletlen, hogy közösségeket hozott létre a világ teremtése óta mindig. Mert az embernek kell egy olyan biztonságos közeg, ahol biztonságban fejlődhet. Ha milyen durva lenne már, hogyha a gyerekek úgy fejlődnének, hogy a néni kipottyantja őt, és elviszik egy óvodába, és ott az összes többi gyerekkel együtt csak úgy van. Csöngetnek, a Smarties potyog a csőből, meg a csokoládé szirup, meg a mit tudom én micsoda, és így nőne föl. Szülő nélkül, testvérek, csak úgy. Abból milyen felnőtt lenne? Viszont ott van a család, a felnőttek, a nagyszülők, a szülők, a rokonság. Biztonságot adnak,
megóvnak attól, hogy ne idióta legyek, hanem normális. És ne antiszociális, hanem közösség. Ilyen az egyházunk is. Egymásra kell nézzünk, és rájön, hogy ez a másik azért van itt, hogy engem segítsen a keresztény utamon. És azért felfedezni azokat a lehetőséget, hogy mikor tudunk együtt lenni. Egymást segíteni, támogatni a hétköznapokban is. Nem csak vasárnap. Lepacsizni, adj egy ötöst, és megyünk tovább. Hétköznap is együtt élni, egymásra vigyázni. És a másikban felfedezni ugyanazt az örömet, ami bennem van. Jézushoz tartozom, az Atyához tartozom. Az örökké valóságba tartok. Ezért lenne szükség egy igazi jó közösségre, egy tápjószacsőn is. Merjék felfedezni az egymáshoz való tartozás örömét, a közös úton járás örömét. Merjenek egymáshoz közeledni. Merjenek közösen együtt tanulni az Istenről. És majd a mennyországban merjenek közösen belépni. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Most pedig imádkozzunk a mennyei Atyánkhoz, aki úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk. Add, Urunk, hogy Szent Atyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt. Kérjük téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját. Kérjük téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint. Kérjük téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy híveit ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is. Kérjük téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy a családtagok egymást érzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete. Kérjük téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, Szent Fiad megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük őt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, jóságos Atyám, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldásnak forrása Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, hogy neked szentséges Atyánk hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek háladó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk. Istenünk, te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek ad. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal és Miklós püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal, valamint elhűnt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot háladásával együtt, alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd vitelmatú Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Az Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőinknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk, és aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Mindenek előtt szeretném a testvéreknek hirdetni, hogy a plébánián az Úristen nagyon sok almát és diót termett. Tehát akinek van kedve szentföldi almát és diót hazavinni és azt nyambogni egészségére, azt várjuk szeretettel a szentmise után a sekrestyébe. Tényleg nagyon sok alma és dió van. Illetve, hogyha tudnak olyanokat, akik mondjuk így rászorulók is, vagy tényleg örülnének egy kis vitaminnak, vagy egy kis ilyen kis dióságnak, akkor vigyenek el nekik nyugodtan, bátran, vagy szóljanak nekik, és akkor oda tudjuk adni, mert tényleg nagyon sok van. Október 15-én a 11 órai szentmise keretében lesz a jubiláns házasoknak a megáldása. Megköszönjük őket az Úristennek, az ő életüket, szolgálatokat, odaadottságukat, és egyben megkérjük az Urat, hogy adjon nekik még nagyon sok erőt és kegyelmet az életükhöz, a hivatásukhoz. És kérjük a kedves testvéreket, hogy aki tud, járuljon hozzá a szeretett vendégséghez egy tálca süteménnyel, vagy egy ilyen kis üdítővel, hiszen utána közösen a plébánia területén lenne egy kis együttlét, ahova nem csak a jubiláns házasokat és családtagjékat, hanem mindnyájukat várjuk nagy szeretettel. És hát ugye az egyik legnagyobb örömünk, hogy jövő héten, vasárnap a 11 órai szentmise keretében 5 ifjú titán fog először találkozni az oltári szentségben Jézussal. Hát kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk ezekért a gyermekekért, családjaikért, hogy hát megmaradjanak ezen a szép úton, és hát merjenek Jézus barátai lenni, és annál inkább is, mert boldogok szeretnének lenni, tartsanak ki mellette hűségben. És hát végül még egy gondolatot engedjenek meg a testvéreket, ami sokat dumáltam, egyesek már is mentek a templomba, elmondták az egészet. Hogy szeretnék egy pár gondolatot mondani. Én nagyon szerettem az Úristent, és hogy így pappá lettem, hogy szokták mondani, hogy belelátok néha a lapjaiba, nem mindig, csak úgy néha. És az ő egyik nagy szíve vágya az, hogy az emberek boldogok legyenek, de igazán. És ezért arra hívja meg mindjárt, hogy azok a testvérek, akik valamilyen oknál fogva mondjuk nem tudnak gyónni meg áldozni, azok merjenek lehetőségeket találni arra, hogy például a lelki beszélgetésekben, vagy áldáskérésben itt a szentmise keretében kérnek és kérik a Jóisten kegyelmét. Nehogy azt érezzék már, hogy ők a Jóisten szeretetének a hiány vannak, nem szeret őket is az Úristen. Ez egy másik kérdés, hogy emberi oldalról és a bűn oldaláról nézve történt egy kis gigszer. De az nem jelenti azt, hogy attól még nem vagyunk a Jóistenéi. Tehát erre meghívok mindenkit és mindenkoron, tehát hogy merjük úgy kezelni ezt az Istennel való együttlétünket, hogy ő a gyógyulásunkat akarja. Nem kifosztani akar bennünket, vagy megfosztani a szabadságunktól, az időnktől, hanem ő pont azt akarja növelni.
És éppen ezért is mondom, hogy tényleg a hétköznapi szentmisét is, meg a alkalmakat, ugye most lesz az októberi áltatosság is, ne együnk élni vele. Meg azzal is élni, hogy keresni egymás társaságát, közösen tanulni a Jóistenről, megbeszélni egymást, hogy ki mit értett a prédikációból, vagy az evangéliumi szakaszból, vagy akármiből, merjük ezt közösen feldolgozni, és életünké tenni. Mert az csak nekünk tesz majd jót. Ebből senki nem profitál, pláne én nem. Tehát ez mindnyájuknak a java, hogy merjenek élni, és merjenek a Jóistennel együtt élni. És hát mindenkinek nagyon szép vasárnap. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Menjetek békével, küldetésetek van, szolgáljátok Istent és embertársaitok.